Trafipax-szal figyelik a rendőrök a járművezetőket egy olyan utcában, ahol 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Elég egyszerűen elmélázni és azonnal bírság jár a gyorshajtásért. A szágúdozás azonban sokszor többe kerül néhány tízezer forintnál. Az egyik leggyakoribb baleseti oknak számít, éppen ezért a rendőrség igyekszik kiszűrni azokat, akik nem tartják be az előírt sebességhatárt. Az egyenruhások az összes eszközt bevetik a hét során, emellett pedig figyelik a mobiltelefon használatot, és büntetik azokat is, akik lejárt okmánnyal vezetnek. Amit most látnak a járművezetők, az a Roadpol elnevezésű összeurópai akciósorozat, amelyet hazánkban is végrehajtanak, ugyanúgy itt a megyébe is. Ennek az akciónak a keretében álló sebességellenőrzést, illetve mozgó sebességellenőrzést végzünk. Hogy miért fontos ez? Hogyha a megyei statisztikai adatokat megnézzük, azt kell, hogy mondjuk, hogy a személyi sérüléssel járó balesetek közül 10 balesetből 3-4 esetben állapítanak meg gyorshajtást. Tehát az a balesetnek úgy mondhatjuk, hogy a kiváltó oka. A sebességtúllépés ezért a fő baleseti jogok közé tartozik. Év elején egy új módszert is bevetett a megyei rendőrség, drónnal szűrték ki Nyíregyháza több pontján a szabálytalanul közlekedőket. Az egyik nap 6 óra leforgása alatt több mint 100 szabálysértést dokumentáltak, a gyanútlan járművezetők így nem úszták meg büntetés nélkül. Ezt a módszert szúrópróba szerűen azóta is alkalmazza a hatóság. Itt a megyében is próbálunk a kor szelleméhez igazodva alkalmazni új eszközöket, melynek az a célja, hogy a járművezetőket, akik szabálytalanságot követnek el, jogsértést követnek el, minél hatékonyabban kiszűrjük a forgalomból, így csökkentjük ezzel a balesetek kockázatát. A rendőrség összehangolt akciója egészen vasárnapig tart.